Nincs olyan hét, hogy ne lenne új beteg az osztályon. A részleg dietetikusa egy újonnan felfedezett cukorbeteggel konzultál és tanácsokat ad számára. Évente 15 ezer diabéteses beteget kezelnek ebben az intézményben. Már jó ideje, hogy a cukorbetegek száma egyre növekszik itthon, de a világ minden részén. És ami meglepő, hogy a betegek fele nem is tud cukorbetegségéről. Az infarktusos betegek negyede cukorbeteg, a vese elégtelenségek 40%-a szintén a cukorbetegség számlájára írható. Egész Kelet-Magyarországon a Nyíregyházi Kórházban tudják a legszélesebb skálán kezelni és ellátni a betegeket. A centrum vezetőjének, dr. Gál Zsoltnak a munkáját ismerte el a Magyar Diabétesz Társaság. Elsőként említeném a cukorbetegek oktatását, amelyet mindenütt csinálnak ilyen-olyan mértékben. Mi próbáltunk egy szervezet struktúrált oktatást cukorbetegek csoportjai részére, amelyet most már negyedik éve végzünk havonta egy alkalommal, inzulinnal kezelt betegek részére. Ezt fogjuk hamarosan bővíteni, nem inzulinnal kezelt betegek részére egy egynapos oktatást, és mindemellett ugye nem várhat össze egy beteget csoportot, hát folyik folyamatosan az egyéni betegoktatás, amikor például valaki cukorbeteg lesz, vagy éppen van problémája, és át kell gondolni a kezelését. Ma már a daganatos betegségek után a diabétesz elleni gyógyszereket kutatják a legtöbb helyen a világon, sőt, a már hagyományos ismereteken túl próbálják meghatározni a cukorbetegség típusait is. A monogénes cukorbetegség az össz cukorbetegségnek mintegy 2-4%-át adja. Hát Magyarországon feltehetőleg 10-20 ezer embernek lehet ez a fajta betegsége. Ez azt jelenti, hogy az örökítő anyagban a egyetlen helyen, egy génnek a helyén történik változás, mutáció, eltérés, és ez oda vezet, hogy cukorbetegség alakul ki. A cukorbetegség jól kezelhető nyomonkövetés mellett. A korszerű inzulinpumpák ebben segítséget nyújtanak. Sokfélék, amelyeket eltérő mértékben támogat az egészségbiztosító.